többieknek hogy kéne csinálni az én munkámat. I could even find someone doing my homeworks. Még olyan is megtörtént, hogy megtaláltam, hogy valaki más csinálta meg helyettem. And I was very good to argue. És nagyon jól tudtam érvelni. In something that I believed in. Valamiben és valamiért, amiben hittem. So making other people to do your job. Tehát hogyha mások végzik el a munkádat. It is leadership. Ezt hívják úgy, hogy vezetés. This is what it's all about in network marketing. Erről szól a network marketing szerintem. So I have developed this gift last 22 years until this day. Ezt tettem 22 éven keresztül, egész a mai napig. But in network marketing, you know, there's good companies, bad companies. A network marketingben vannak jó cégek, vannak rossz cégek. And I tried some companies. Kipróbáltam egyet-kettőt. Some went bankrupt. Volt, amelyik tönkrement. Some it was hard for me to look my distributors in my eyes and make them believe in the future. Voltak olyan cégek, ahol nehezen tudtam elhitetni magammal és az embereimmel, hogy ez az a cég, amiért érdemes dolgozni. I didn't feel really enthusiastic. Really, I was not really in love with these companies. És voltak olyan cégek, leginkább szinte mind, amiért semmi közelebbit nem éreztem, nem éreztem, hogy jelentene valamit számomra. Talking about. Sorry? So, I'm sure Attila knows what I'm talking about. Biztos vagyok benne, hogy Attila tudja, hogy miről beszélek. You can be successful in another company, but you don't really feel it in your heart. Lehet sikeres egy másik cégnél is, de igazán nincs ott a szíved. So 13 years ago we met Forever Living. 13 évvel ezelőtt találkoztam a Forever-rel. And I've been in love since. És azóta teljes szívemből szeretem. I woke up, wake up with a smile every day and I go to sleep with a big smile every day. And I'm still so much in love with this company. Jó kedvel ébredek, jó kedvel ébredek és jó gondolatokkal elégedettem megyek ágyba. Szeretem ezt a céget. And I'm sure that the rest of my life I will be in love every day in this company and our products. És biztos vagyok benne, hogy az életem maradék részében is minden nap szerelmes maradok és szerelmes. And it's so hard for me to understand when someone think that the grass is greener on the other side. És nem értem, hogy egyesek miért gondolják, hogy a fű mindig zöldebb a másik oldalon. Vagy hogy a szomszéd teherre ismeritek, tudjátok. I have seen no one from my team or my colleagues who went to another company who have success this day today. Nem láttam olyan kollégát, olyan korábbi munkatársat, aki más cégnél sikeresebb lett volna, mint itt a Foreverben. If you cannot make success in Forever Living products, a Foreverben nem tudsz sikeres lenni, you do not have a gift that allows you to stay in network marketing. Akkor lehet, hogy nincs meg benned az a tehetség, ami ehhez az üzletághoz kell. Because this company, each one of you in this room can get successful if you decide and if you believe. De alapvetően ez a tehetség, a hit és a döntésképesség tehetsége, hinned kell abban, amit csinálsz, és akkor itt sikeres lehetsz. I have more children. I have orphans. Több gyermekem van. Children who do not have a mother and father. Több árva gyerek, akit örökbe fogadtam. In my family, Oliver, Julia, my wife and me have decided to support and be the mother and father of 4 other orphans. Mi négyen, a párommal, Julival és Oliverrel creating a good life for them where they are. Eldöntöttük, hogy még 4 gyermeket fogadunk örökbe. Judita and Rasas from Lithuania. A két kisrácot, a két kislány, ők litvánok. Moses is from Uganda. Moses pedig ugandai. Moses is a very talented footballer. Nagyon tehetséges focista. And we have helped him to get a good contract with a Danish football club. És éppen azon dolgozunk, hogy egy jó szerződést tudjuk vele aláírni egy dán klubnál. Where they can develop his talent. Ahol még tovább fejlesztheti a tehetséget. So now he stays in our home. Nálunk laknak. This is Innocent. He's 14. Ő pedig Innocent, egy kislány, 14 éves. And we love these children, and they call us mom and dad. Szeretjük, édesapának és édesanyának hívunk minket. Because they do not have a mom and dad. So we are very proud that we get this honor that they call us mom and dad. Ő is árva, mint a többiek, és mindig megmelengeti a szívünket, hogy apának és anyának hív. What I want
is I want to take these orphans and I will show them that I know I've been where they are. I know how they feel. I know the pain that they have. I know how frustrated they are of being no one. Könnyen tudok velük azonosulni, hiszen én is abban a cipőben nőttem fel, amiben ők. Át tudom érezni a problémáikat, át tudom érezni a fájdalmaikat, az örömüket. So I want to take them in their hand and I want to show them that they will be someone. És meg akarom nekik mutatni, hogy ahogy én is, úgy ők is tudnak valamerre jutni. Meg akarom nekik mutatni az utat a sikerhez. And I will lead them to success in their lives. Kézen fogom őket, és meg fogom nekik mutatni, hogy hogy lehet sikeresen boldogan élni. Because they are innocent. It's not their fault that the mother and father has died. Ők nem tettnek arra, hogy árvák lettek, ártatlanok, segítenem kell nekik. So for me, they are really someone. Számomra ők igenis valakik. So taking no one to someone. Csináljunk a senkikből valakiket. It's a big privilege. Ez nagy megtiszteltetés egyrészt. But this is also a gift in this company. De egyrészt pedig ajándék a cég részéről, hogy megadja ezt a lehetőséget. We can also take you to someone else. We can give you a new identity. You are forever living distributor. Belőled is lehet más, mint aki ma vagy. Te is ölthetsz egy új identitást, egy új személyiséget. You can be very, very proud of being a forever living distributor, because in forever living we do only good things. És büszke lehetsz arra, hogy ide tartozol, mert a Forever-nél jó dolgokat teszünk. We can transform the health from a bad health to a strong health. Változtathatunk az egészségi állapoton jóról vagy rosszról jóra. We can give even rich people. I have very, very rich distributors in money in my team also. Megváltoztathatjuk az anyagi állapototokat, és lehet belőletek gazdag ember. They didn't join this business to make more money. They have enough. Az én csoportomban van, aki gazdagon érkezett, nem a pénzért jöttek ide. They did it because they want to help other people getting more money. Hanem azért, mert másoknak akartak segíteni, hogy nekik is több pénzük lehessen. Because they love the concept of forever living. Szeretik a forever erejét, filozófiát, magát a koncepciót. We can train someone from having a bad self-confidence to a strong self-confidence. This is also transforming. Átalakíthatunk embereket, akiknek nincs önbizalom, olyanná, aki kimer állni. Personal development. Someone who could not speak on stage. And we can transform them to be a good speaker. Aki sose tudott beszélni emberek előtt, és most jól beszél. Számtalan ilyen esetről tudnék beszámolni nektek. We transform lives in forever. Forever-nél életeket alakítunk át. And it makes me so proud. És nagyon büszke vagyok erre. For being no one to get a prophesying shake. I want to say something about prophesying. I saw a lot of good prophesying shake. And I know in this country, this is a lot of money that you just see on stage. And I know some bigger is coming. Folyamatosan a profitelosztónak vagyok a minősültje, és tudom, hogy itt is sok csekk ment ki, és tudom, hogy ezek a pénzek itt különösen nagy pénznek számítanak. So in 2003 we got our very first profit check level 3. 2003-ban kaptuk meg az első csekkünket, egyből harmadik szinten. Getting 253,000 euros was unbelievable. 250 ezer eurót kaptunk akkor, hihetetlenül sok pénz, ez még ma is. 2004 we get even more. 2004-ben még nagyobb lett a csekkünk. And it continued. És nőtt, csak nőtt. A lot of money. You can see once I was much bigger. Láthatjátok, akkor egy picit nagyobb voltam, de a pénz is nagyobb volt. So, but I took some decision and got a little smaller. Aztán eldöntöttem, és ilyen kicsi lettem, mint most. Slank. And we got more money, több pénz, és több pénz állt a házhoz. More money. Több pénz, még több pénz. More money this year. És még több pénz, ez az idei csek. In total we got 5 million US dollars plus VAT alone in profit sharing. Csak a profit részesedési program keretében 5 millió dollárt kaptunk az utóbbi 9 év során. What I want to remind you is that we will be more excited to be in this business even if we did not get this profit sharing, because our monthly bonuses is still very, very high, and we are very, very happy for the monthly bonuses. Hadd mondjam el nektek, hogy a profit
részesedési program nélkül, ezek nélkül, a csekek nélkül is nagyon jól érezni magunkat ebben az üzletben, hiszen a havi jövedelmünk is nagyon jó magas. This is why Rex and this company is so generous. Ezért tudom azt mondani nektek, hogy Rex és ez a cég nagyon-nagyon méltányos velünk szemben. Because even if he didn't pay all this money, we were still in this business. Hiszen ha nem találta volna ki ezt a programot, mi akkor is itt lennénk ebben az üzletben, mert a havi jutalékunk nagyon jó. This is just something extra. Ez valami, ez az 5 millió, ez csak extra, ez hab a tortán. Then with all this money, you know, you have the freedom. Ezzel a pénzzel nagyon sok mindent tehetünk. Because you do not have to worry about financial problems. Nincsenek pénzügyi problémáink nyilvánvalóan. You do not have to worry about your children's future. Nem igazán kell aggódnunk gyermekeink jövője iránt, vagy ért. You do not have to worry to talk with your bank advisor or your bank. Nem kell félned akkor, vagy tartanod a pénzügyi tanácsadótól, amikor bemész a bankba, hogy mit fog mondani. Suddenly the bank starts come to you and you don't have to go to them. Egyszer csak eljön az a pillanat, amikor a bank keres téged és ők akarnak veled találkozni. That was a big difference in my life because before I was a little scared to go to the bank. Now they come to me. Ez számomra nagy változás volt, mert korábban nekem kellett menni a bankba, és sose éreztem igazán jól magam. And wanna talk investments and business, something I don't understand anything about. Hiszen valami nagy mágusság folyik ott a bankban, de most már ők jönnek hozzám. But I think it's very funny they come to me. És nagyon élvezem, hogy most ők kopogtatnak nálam, és ők jönnek hozzám, és keresnek engem. I remember in the beginning when I got good bonus checks. Emlékszem a legelején, amikor elkezdtek jönni a jó csekkek. I always went to the bank when they were most busy. Mindig akkor mentem a bankba, amikor a legtöbb ember voltam. And I said, I got a check. These old days we got checks. So I got a check. Please cash it out. És akkor még ugye papírcsekkel mentünk a bankba, és mindig mentem, és lobogtattam, és mondtam, hogy gyerekek, tessék ezt beváltani gyorsan. And the cashier, no, Kim, I cannot. It's too much money. És a kasszában ülő hölgy mondta, hogy hát nem tudom, ez rengeteg pénz. I say, hey, are you a bank or are you not a bank? You must have some money in this bank. I want to see my cash. És akkor mondtam nekik, hogy gyerekek, mi? Ez egy bank vagy nem bank? Hát, ha itt van, akkor tessék kifizetni, az az én pénzem. No, no, if you want all this money, you need to give us a better advice at least one week, and then come to our special department. És akkor mondták nekem, hogy hát ha ennyi pénzt szeretne felvenni Madzen úr, akkor egy héttel korábban szóljon, elintézzük az ügyeket, és egy külön kis szobában átadjuk a pénzt. Because I was talking very loud with this check. Picit hangosabb voltam, mint az összes többi kliens, persze. A lot of other in the queue said, hey, what is this? How did you get this? Oh, I get this every month. It's nothing special, you know. És hirtelen az emberek elkezdtek érdeklődni, hogy honnan van ekkora csekke. Hey, can we join you? You know, they. Mondtam meg, hogy semmi extra, és ezen túl még minden hónapban ennyit kapok. Yeah, this was very fun for me. Nagyon élveztem. Success is about making it as a good habit, something you can get used to it. You can get used to get level 3 profit sharing checks. Can you imagine? You can get used to it. A siker is olyan, mint a profit sharing check. Ha mindig megvan, akkor előbb-utóbb hozzá kell szokni az ember. It is not a lottery ticket. It's not a lottery. You get this money every month and you get a level 3 check every year or level 2 or level 1. Meg tudod szokni, mert egy havi bevétel, amire számíthatsz, nem egy lottó, amit egyszer megkapsz, és utána elzárják a csapot. Ez havonta jön, és hozzá lehet szokni az életvitelhez is, amit ad és amit jelent. Someone said to me, Kim, how does it feel to get such a big check of $500,000? Egyszer megkérdezték tőlem, hogy Kim, milyen az, amikor kapsz egy félmillió dolláros csekket? Milyen érzés? I said, of course I get excited. Wow, it's a lot of money, of course. Yeah, it's big money. Yes, I get excited, for sure. Mondtam nekik, hogy persze, hogy felpörget, boldog vagyok, hatalmas pénz ez. But not more than the 8 others I got. De nem több, mint az a 8, amit már eddig kaptam. I think that the first one I got was the one where I get most excited. A legelső volt számomra a leg. Then you get used to it. This is like winning the gold medal every year. Aztán hozzászokik az ember. You can get used to it. So when I get my check, I'm only thinking about the next one. Amikor megkapom a csekket, már a következőn gondolkodom. So get used to get success, get used to get your bonuses, and of course dream about making better and better and better. Merj hozzászokni ehhez a fajta ciklikussághoz, a sikerhez, hogy jönni fog ez a pénz, ha megteszed, amit meg kell érte tenni.
It's not only about me, it's about my team. This is my team